Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, ma van az űrhajózás világnapja. Hát erről ugye nem lesz szó a mai weekendben, de jótékonysági futásról és puzzle programról, harcművészeti kiállításról, versírásról, hangszerekről és divatról, viszont igen, kezdjük az utóbbival. Nemrég a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban a divat, stílus és jelmeztervező szakos diákok mutattak be közel 50 ruha kollekciót. Látványos nyitány vezette fel a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium idei divat bemutató showját. Már a táncos ruháját is tollak díszítették, illeszkedve ezzel a kollekció tematikájához, a madarakhoz. Már nyári feladatként kiadtam a diákoknak egy tervezési feladatot, vagy egy gyűjtési feladatot. Különböző madarakat kellett kiválasztaniuk, és akkor a madarak forma színvilágából elvonatkoztatni öltözeteket. Mivel hogy a tervezési feladatot mindig egy ilyen hosszas motivumgyűjtési folyamat előzi meg, ezért már nyáron elkezdtük ezt a gyűjtési folyamatot, és akkor szeptembertől meg elkezdtük a tervezést. Most sokkal jobb helyzetben voltunk, mint tavaly, mert tavaly igazából ilyen újrahasznosított anyagokból, papírokból dolgoztunk. Idén viszont már rendelkezésünkre állt rengeteg anyag, és ez nagy részben annak köszönhetjük, hogy a tavalyi divatbemutatónk sikere elért az emberekhez, és rengeteg adományt kaptunk, varodák adtak több méter anyagokat, magánszemélyek, ruhákat, bundákat, amelyeket szét lehetett szedni, úgyhogy, és a tankerülettől is most kaptunk anyagi támogatást, úgyhogy ez most egy sokkal nagyobb, sokkal gazdagabb anyagokkal dolgozó bemutatóra sikerült. Gondolom, akkor a diákok is nagyon izgatottan álltak a munka elé. Hányan vettek most részt ebben, és hány kollekció készült el? 25 divat és stílustervező diák dolgozott a munkákon. Valakinek egy, valakinek kettő, valaki három ruhából álló kollekciója készült el, és végül is 48 ruha állt ki most a show-n. Mit láttál a diákokon? Mennyire élvezték a munkát így, hogy ugye volt miből dolgozni, illetve mennyire tudták elengedni magukat, szabadjára engedni a fantáziájukat? Hát gyönyörű terveket készítettek, olyan sok tervet készítettek, hogy azokból elég nehéz volt válogatni, kiválasztani a legjobbakat, ami a legjobban kivitelezhető a számukra. Ugye ők még valaki csak 11-es, tehát ők most tanulnak 9-től varni, és azt is figyelembe kellett venni a tervek kiválasztásakor, hogy kivitelezhetőek legyenek, általuk kivitelezhetőek legyenek az öltözetek. Nagyon nagy izgalom volt, és nagyon sokféle, sokszerű volt a munka. Tehát a munka folyamat, azt úgy képzeljétek el, hogy valaki szabta a ruhát, valaki még festette, valaki applikációkat csinált, textilroncsolásokat, tehát igazából mindenki más-más stádiumban állt, elég volt ezt így vezető tanárként koordinálni. Tehát ez egy nekem is, és a diákoknak is egy rendkívül izgalmas fél év volt. Egy házi feladattal kezdődött a nyára, a madarak volt a téma, három madarat kellett találnunk, amiből tervezhetünk, és nálam a Bóbitás Szajkó volt, amit választottam, és arra készítettem három tervet. Ezek időközben átalakultak, és sok más változtatás is volt rajta, viszont mindegyiknek ugye a témája a kék madár volt, és hogy a szárnya ilyen patchwork-szerűen egymásra épülve épül fel, és ezt jelenítettem meg a ruhákba is a különböző helyeken, valamelyiknek a szárnyán, a szoknyáján, akkor a felsőjén. Ugye a madárnak a teteje az ilyen, és nem tudom, az egekben nyúló, és az jelenik meg a kapucnis ruhámon is, és ennek az ilyen bevágdosásai vagy megredőzései jelennek meg szintén az egyik szoknyán, akkor a másiknak az ujján, úgyhogy nagyjából így ezek voltak. Miért pont ezt a madarat választottad? Nem tudom, ezt tetszett meg a leginkább, alapból a kéket nagyon szerettem, úgyhogy ez nagyon megfogott, és a madárnak a szárnya egy ilyen érdekesen épül fel, és szerintem ez nagyon jól megmutatkozhat egy ruhában. Te is a Boldogság kék madarának öltöztél most be itt a divatbemutatón. Milyen érzés volt ezt a ruhát viselni?
Egyébként rendkívül jó, ugyanis Katica teljesen úgy alakította a ruhákat, hogy minél komfortosabb legyen, hogy igazán jól érezzem magam benne, és most, mikor kiálltam a kifutón, egy ilyen hatalmas nagy magabiztosságot adott, és minden korábbi félelmem elmúlt igazából, mert annyira próbált figyelni minden egyes igényemre, plusz megvalósítani teljesen a madarat bennem, rajtam igazából. Milyen tapasztalataid vannak egyébként így a divat bemutatózás vagy modellkedés terén? Egyébként ez az első ilyen alkalom, de nagyon, nagyon pozitív élményekkel távozom majd innen. Volt, aki a boldogság kék madara helyett egy egzotikusabb fajtát választott, a tukánt. Én divatszakos tanuló vagyok itt, szóval így jött magától, hogy én ebbe beszálljak. Nem is gondolkodtam rajta. Hát mindegyikünk neki kellett választani egy adott madarat, és akkor ebből vonatkoztattuk el a ruhákat, így mindenki mást. Én a tukánt választottam. Miért pont ezt a madarat, és hogyan jelenítetted meg azt a ruhákon? Hát azért ezt a madarat, mert nagyon-nagyon tetszett a csőre, ilyen nagy csőrű madár, sárga, nagyon fura, és nem, hát Magyarországon nem található meg, szóval nagyon tetszik. A ruhákon próbáltam színeiben is megvalósítani, illetve van egy mellény itt mögöttem, amin látszódik maga a madár. Ilyen. Hát a színei az nem pont ugyanazok, de igen, a formája igen. Milyen anyagokat használtál fel, és mennyi idő volt elkészíteni a ruhákat? Igazából elég sok idő volt, ugyanis én 3 darab ruhával készültem, míg vannak olyan csoporttársaim, akik 2-vel, úgyhogy elég sok idő volt, és részlet gazdagok a ruhák, ezért is. Mennyire volt könnyű együtt dolgozni a modellekkel? Ó, teljes mértékben mindannyian a barátnőim, és már az elején tudtam, hogy ők lesznek a modelleim, így már rájuk is készítettem az elejétől fogva, úgyhogy teljes mértékben egyszerű volt velük. Nagyon remélem, hogy komfortosan érezték benne magukat, én megpróbáltam mindent tőlem telhetőt megtenni azért. Azt láttam rajtuk, hogy nagyon élvezték és tetszett nekik. Van olyan modellem, aki már nem is először van itt, mert tavaly is volt egy ilyen divatbemutató, és akkor is modellem volt. Ez azért megható, meg nagyon megrázó így látni az eredményt, meg azt az izgalmat, amit a gyerekek átéltek most, amikor sminkeltek és készültek a frizurák, a próba alatt elszakad egy ruha, azt gyorsan megoldani, hogy kell gyorsan megvarni. Tehát tehát nagyon meghatódtam az eredményen. És itt ugye nem profi modellek mutatták be a ruhákat, hanem a képzős diákok, a zenészek, táncosok, és hát így, és nem volt nagyon időnk próbálni, 2 próbára volt időnk, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, nagyon-nagyon profin megoldották. Ilyenkor mennyire tudod tovább támogatni a diákokat? Gondolok itt arra, hogy valakiből látod, hogy tényleg nagyon profi divattervező lesz, vagy egy kicsit megpróbálod más irányba terelni őket? Igen, ez menet közben kiderül, hogy ugye a munkák és a tervezési folyamatok során kiderül, hogy valaki jelmeztervező irányba szeretne menni, akkor ő neki a Képzőművészeti Egyetem, vagy Kaposvári Egyetem az irány. Hogyha valaki textiltervező akar lenni, vagy mondjuk a kötött hurkolt modellek tervezése érdekli, akkor a MOMÉ-ra megy inkább. De lehet, hogy lesz olyan, aki inkább varró női szakmát fog választani. De valamilyen módon biztos, hogy mindenki kapcsolatban marad a textilekkel, a festéssel, a tervezéssel, és ugye általában a kreatív gondolkozásmóddal. Művészet után következzen egy kis zene. A Hangszert a kézbe országos rendezvény sorozat arra hivatott, hogy izgalmas módon hozza közelebb a gyermekekhez a zenét. 7 hangszercsoportban közel 140 hangszert és hangtechnikai eszközt mutattak be nemrég Nyíregyházán, melyeket kedvükre kipróbálhattak a fiatalok. Igazából a küldetés az nagyon egyértelmű. Szeretnénk azt, hogyha sokkal többen játszanának hangszereken. Magyarországon ugye mi
2008-ban a Hangszeresek Országos Szövetsége végzett egy mérést, és akkor az eredmény jött ki, hogy Magyarország lakosságának csak 8%-a él hangszerekkel, tehát játszik rendszeresen, meg tanult zenét. Hát ez végtelenül alacsony szám, ez Európában akkor alulról a második hely volt, csak Bulgáriát tudtuk megelőzni. Mi akkor kezdtünk el komolyan ezzel az egész kérdéssel foglalkozni, és hát olyan aktivitásokat hajtottunk végre, szerveztünk olyan eseményeket, tehetségkutatót, nagy kiállítást, illetve hangszert a kézbenhez hasonló turnékat, amelyek arra ösztökélik a fiatalságot, hogy játszanak hangszereken. 2 évvel ezelőtt újra mértünk, és azért ott már egy 27%-os adat jött ki, ami azért már egy jelentős javulás, és bízunk benne, hogy el fogjuk érni azt az átlagot, ami Európában azért 50% fölött van ez az átlag, és hát ez a fő cél kitűzés, minél több gyerek ismerje meg a hangszerek világát, jöjjön rá, hogy nem is olyan nehéz zenét tanulni, a szülőknek pedig szerintem az a feladata, és hát egyben a kötelessége is picit, hogy gondolkozzon el azon, hogy okos eszközöket ad-e a gyerek kezébe, vagy éppen hangszert. A gyerekek, hogyha hangszert kapnak a kezükbe, köszönik szépen, nagyon jól érzik magukat. Tehát míg mondjuk az okos eszközök ugye elmagányosítják az embert, addig a zene, a hangszerek világa meg közösségbe tereli őket. Szóval nem pusztán csak arról van szó, hogy szeretnénk, ha többen zenélnének, hanem ez egy komoly társadalmi lehetőség is arra, hogy egészségesebben, boldogabban éljenek a gyerekeink. A Hangszert a kézben az egy országos rendezvény. A Vikár Sándor Zeneiskola itt helyben, a mindennapokban mit tud azért tenni, hogy minél több gyerek tanuljon zenét? Mi úgy szoktuk mondani, hogy a zeneiskola maga, ez egy hangszerország, ahova bejönnek, akkor nagyon sok érdekességgel tudnak találkozni. A tehetségeknek a felkutatása, vagy magának a gyerekeknek a bevonzása, ez nem csak az iskolás korosztályra tartozik. Mi törekszünk arra, hogy már a legkisebb korosztályból is olyan foglalkozásokat tartsunk rendszeresen, amikor még beszélni sem tud a gyerek, de talán egy ritmus hangszerrel mégis nagyon szívesen eljátszadozik. Úgyhogy a legkisebb bölcsődés korosztálytól kezdve az óvodásoknak tartunk rendszeresen évente 3-4 sorozatot, amikor hangszerbemutatót tartunk, hangszersimogatókat, és természetesen minden évben törekszünk arra, hogy nagyon sok általános iskolába ki tudjuk vinni ezeket a hangszereket, megismertetni a gyerekekkel, és amelyik megtetszik neki, így be tudnak jönni, és tudnak rajta tanulni. Ez az év egy kimagasló létszámot produkált nálunk. Általában egy olyan 700 és 900 fő között szokott lenni a tanuló létszámunk, ez azért a pandémiánál egy kicsit visszacsökkent, de amint elmúlt ez a veszély, most hál' Istennek már az 1000-et is túllépte a jelenleg is itt tanuló növendékek száma. Úgyhogy szerintem az érdeklődésben nincs hiány, és úgy gondolom, hogy ha így folytatjuk, és hogyha ilyen programokat szervezünk, akkor a jövőben sem lesz gond azzal, hogy hányan jönnek, és remélem, hogy ezt az 1000-et még tovább lehet fejleszteni. Mi a legnépszerűbb hangszer a zeneiskolában? Mindig a zongora a legnépszerűbb hangszer, körülbelül a tanulóknak a negyede zongora szakra jár. A Kikelet óvodából érkeztünk, Örökösföldön található ez az óvoda. Óvodánk életében nagyon nagy szerepet játszik a zenei nevelés. Zeneóvoda pedagógusunk Császiné Aranyi Csilla kezdeményezésére és buzdítására hoztunk el 3 csoportot az óvodánkból. Az előző héten a Zeneházában voltunk Budapesten, hasonló programsorozaton ugyanígy ki lehetett próbálni a gyerekeknek a hangszereket. Nagyon fontosnak tartjuk, hiszen a zenei előképzés már elkezdődik az óvodában, nyilván egyszerűbben, de a zenei alapokat elkezdjük az óvodai nevelés során, és utána nagyon jó partnerintézményként a Vikár Sándor Zeneiskolába irányítjuk a gyerekeinket a hangszertanulásra. Milyen élményekkel térnek haza egy ilyen alkalom után? Azt gondolom, hogy ezt nem lehet szavakba foglalni. A képek, amiket itt átélünk és látjuk a gyerekeknek a felbuzdulását, biztos, hogy nagyon sok basszusgitárosunk lesz, dobosunk és zongoristánk, de lehetőség volt ugye a színpadon kipróbálni a szóló éneklést is, és a későbbi zenekarainknak az énekesnői is szerintem itt vannak a falak között.
Maradjunk a fiataloknál a következő percekben is. A Puzzle Rakd Össze Magad program egy több héten át tartó fejlesztési folyamatra invitálja a 15-24 éves korosztályba tartozó fiatalokat. A foglalkozásokban még be lehet csatlakozni, a részletekről Csatári Emesével beszélgetünk. Szia, jó estét! Üdvözlöm Önöket, és szia! Nos, hát akkor egy picit mesélj magáról, erről a projektről, hogy is kell ezt a nézőknek elképzelni, hogyha még semmilyen információjuk nincs erről a rendezvényről, vagy inkább rendezvény sorozatról, ha mondhatom ezt. A Puzzle program a Humanet Alapítvány projektje. Szerencsénk volt 2022-ben, mert nagyon sok fiatallal dolgozhattunk együtt, és az ő visszajelzéseik alapján született ez a program. Ugyanis azt jelezték nekünk vissza, hogy nagyon érdekli őket az önismeret. És mi összeállítottunk egy olyan programot, ami gyakorlatilag ezen az önismereti úton végig tudja őket kísérni, illetve olyan eszközöket tudunk nekik mutatni, amiket később is tudnak használni, hiszen az önismeret az nem ér véget egy ponton, hanem örökké tart, de ezeket az eszközöket később is fogják tudni használni. Kifejezetten az ő igényeikre szabott a program sorozat. Azért lett Puzzle a neve, mert hogy nagyon sok ajánlatunk van, nagyon sok típusú foglalkozást tudunk megmutatni, és ezeket a csoportok maguk rakják össze és választják ki, úgyhogy így áll össze a végén egy összkép a sok apró puzzle-ből. A foglalkozások között önismereti foglalkozások vannak, kommunikációs foglalkozás, asszertív kommunikáció, de gondoltunk ilyenekre is, mint hogy a nyilvános beszéd gyakorlata, hogyan kell mások előtt megszólalni, vagy hogy mi vár a munkaerőpiacon erre a nemzedékre, milyen készségekre lesz szükségük, ezeket hogyan tudják megszerezni. De van benne digitális világ is, nem Excel tábla meg hasonlók, amiket a suliba tanulnak, hanem mondjuk olyan applikációk, amiket később hasznosan tudnak használni, illetve meg tudják őket tanulni, mint a Trello például, ez egy ilyen folyamatkövető rendszer, vagy a Prezi, ami már mindenki számára ismer, de nem mindenki tudja használni. Ez olyan érdekes, mert hogyha nagyon távolról nézzük ezt a korosztályt, ugye 15-24, akkor hajlamosak vagyunk úgy kezelni őket, mint egy olyan homogén csoport, akik körülbelül ugyanúgy reagálnak. Én ugye saját életemből tudom, hogy a legkisebb gyerekem 16, a legnagyobb már elmúlt 23, de olyan generációs szakadék van közöttük, hogy sokszor tényleg már nem értik egymást, sőt a legidősebbet nagypapának szokták így poénosan nevezni, mert hogy ő már bizonyos dolgokat nem ért, például a 16 évesek kommunikációs szokásaiból, vagy a nyelvezetéből, vagy jelentkezik-e mondjuk ez a probléma akár a ti programotok esetében, vagy pedig itt tényleg úgy vannak összerakva, és tényleg annyira személyre szabottak, hogy ezt nagyon jól át lehet hidalni. Készültünk erre, meg hát mi is tudjuk, hogy nem nagyon lehet egy kalap alatt kezelni ezt a társaságot, hiszen egy 15 évesnek nem ugyanolyan problémái vannak, mint egy 24 évesnek, ezért több típusú csoportunk van, elindultak már ezek a csoportok. Van egy társaság, aki szombatonként találkozik, nem minden szombaton, hanem mindig akkor beszélik meg a következő alkalmat, amikor találkoznak. Most 13-án fognak egyébként találkozni, április 13-án, amikor önismereti társas játékozás lesz, kifejezetten olyan társasjátékokat viszünk nekik szakemberekkel, ami az önismeretet fejleszti, illetve ebbe az irányba mutat. Ebben a csoportban vegyes a társaság, de itt kicsi a korkülönbség. Tehát vannak egyetemisták, de elsősök, meg vannak középiskolások, akik már mondjuk harmadikosok. Olyan a közeg, meg olyanok a trénereink, hogy ezeket a különbségeket nagyon klasszul tudják kezelni. Van egy csoportunk az egyetemen, a Nyíregyházi Egyetemen, ott esténként vannak a foglalkozások kedden, szerdán, ezeket is ott meghirdetjük, erre is jöhetnek a fiatalok, ők csak egyetemisták, és dolgozunk együtt a nyíregyházi kortárs segítőkkel is, akik meg középiskolások, hiszen a középiskolákban van lehetőség kortárs segítőnek jelentkezni. A Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ iskolai szocmunkásai koordinálják az ő munkájukat, és nekik tartunk még iskolaidőben foglalkozásokat a Puzzle program keretében. És hány ilyen fiatal van ebben a rendszerben? A kortárssegítők között nagyon-nagyon sok, majdnem 300-an jelentkeztek az idén kortárssegítőnek
Azt gondolom, hogy ez egy remek szám, és közben pedig arra is gondoltam, amit a nézők is látnak a Puzzle programról felvételeket, hogy milyen jó lenne, hogyha valamilyen formában ez minden egyes 15 és 24 éves korosztályt érintő oktatási intézményben, akár heti szinten, tehát órarendbe építve ott lenne az önismeret, ugye erről nagyon sokszor beszélünk, hogy talán az osztályfőnöki órák azok nem minden esetben elegendőek erre, és valahol annyi mindent megtanulnak a fiatalok, de a saját reakcióikat, a gondolataikat, az érzéseiket nem biztos, hogy tudják hová tenni, és ma szerintem ez talán még nehezebb, pont azért, mert a kommunikációs eszközök bár növekednek, de a mindennapi hús-vér kapcsolatok meg egy kicsit fogyatkozóban vannak. Meddig tart tulajdonképpen ez a projekt, illetve hát mik a jövőbeli tervek a tapasztalatok után? Decemberig tart, idén decemberig folyamatosan lehet jelentkezni a programokba, illetve becsatlakozni is be lehet akár már a szombati csoporthoz is. Csak egy jelentkezési lapot kell kitölteni az alapítvány honlapján a Puzzle menüben, ott meg lehet találni, illetve készülünk még nyári táborral majd, és ami nagyon fontos, és itt el kell mondanom, hogy készülünk egy intenzív kurzussal is a nyáron. Ez a suli után, ahogy véget ér az iskola, a következő héten már indulna is egy 5 napos intenzív önismereti express elnevezésű program lesz. Nem árul, vagy hát titkot árulok el, amikor azt mondom, hogy a mesterséges intelligencia adta a nevét a programnak, megkérdeztük, nagyon modernek vagyunk mi is. És ez az 5 napos kurzus lesz az, amiben tömöríteni fogjuk ezeket az alkalmakat, és ide szeretnénk betenni mindent, amit tudunk, illetve hát, ami az 5 napba befér. De 20 fiatal jelentkezését várjuk. Már nyitott a felület, tehát lehet jelentkezni, illetve a Facebookon is eseményként már fönt vannak róla a részletek. A nyári tábort azt augusztus elejére tervezzük, oda sokkal több fiatalt tudunk elvinni. A program ilyen fesztivál jellegű lesz, párhuzamos foglalkozások, ugyanezek a témák, amiket egyébként a foglalkozásokon érintünk, csak kicsit kötetlenebb formában. Tehát itt is lesz művészetterápia, itt is lesz önismeret, gondolkodtunk stylisztón, kozmetikuson, de zenekaron is, tehát nagyon sok minden még nem áll teljesen össze a program, de hamarosan ezt is fogjuk hirdetni. És helyileg hol vannak a foglalkozások most jelenleg, illetve a nyári tábort hová szervez? A program kifejezetten egyébként a nyíregyházi fiataloknak szól, illetve azoknak a fiataloknak, akik Nyíregyházán tanulnak. És a korosztály is a pályázati program szerint állítódott be. Mi volt a másik kérdés? Az, hogy hol tudnak, tehát hogy helyileg, hova vagyunk, kell menni. Igen, így van. A szombati csoport az a közösségi házunkban találkozik, az alapítványnak a közösségi házában, a Semmelweis utca 24 szám alatt. A foglalkozások, a kortárs segítőknek is ott van nálunk, az egyetemre pedig kimegyünk. És a nyári tábor? A nyári tábor helyszíne még titkos. Tehát akkor mindenkit arra buzdítunk, hogy keressék a honlapotokat, illetve hát ott most már azt gondolom, hogy ezeken a felületeken eligazodni pofon egyszerű, és akkor jelentkezzenek, mert hát azért gondolom, hogy mégiscsak van egy bizonyos limit, ami után már azért nem tudtak korlátlan számban fogadni sajnos fiatalokat, de bízunk benne, hogy ez a program folytatódik majd, és nem csak ebben az évben, hanem később is tudnak találkozni önmagukkal a program keretében. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! A Puzzle program, mint látok, nem csak a fiatalok fejlődését szolgálja, de tanulságos kikapcsolódás is, akár csak egy séta a nyíregyházi állatparkban, ahová nemrég hegyke bajszú húszármajmok érkeztek. Alapvetően zöldség és gyümölcsfélével táplálkoznak, de van, ami a legfinomabb csemegének számít a számukra. Igen, a huszár majmaik ugyanis rajonganak a földi mogyoróért. Hát valahogy huszár majom bűvölő lettem. Mindenki itt van, körülöttünk. Igen. Ki a legügyesebb? Kis kaszkiás bajszú csapat. Na, ezt a látogatóknak szigorúan tilos.
Mogyoróval etetik a Lengyelországból érkezett új lakókat a Nyíregyházi állatparkban. A faj neve onnan ered, hogy a felnőtt állatok szájszegleténél a szőrzet alakja és lefutása némileg bajuszra hasonlít, ami a 19. század néhány német természettudósának a kackiás bajszú huszárokat juttatta eszébe. Új majomfajjal gazdagodott állatparkunk főemlős gyűjteménye, a kackiás bajszú huszár majmok már megtekinthetőek itt a Nyíregyházi állatparkban. Alapvetően a fajra jellemző Közép- és Nyugat-Afrikában őshonosak, és igazi leglegállatok, hiszen a leggyorsabb főemlősök a világon 3 másodperc alatt akár 50 km/h sebességre is fel tudnak gyorsulni. A huszármajmokat számos ragadozó, gepárdok, hiénák, sasok fenyegetik. Ellenük rendkívüli gyorsaságával tud védekezni, melyhez hosszú megnyúlt végtagjai és lekerekített rövid ujjai is alkalmazkodtak. A majmócákat nem csak kintről lehet megtekinteni, hanem egy különleges üvegablakon keresztül is. Gyertek csak! Sziasztok! Alapvetően a természetben kétféle módon élnek, csapatokban, vagy egy hímál háremekkel, egybekötött hölgyekkel, vagy pedig a többi megmaradt hím aglegény csoportokba tömörül, a Nyíregyházi állatpark is ilyen módon mutatja be az itt lévő állatokat. A természetben a vadászat és az erdőirtás miatt csökken az állományuk. A fiatal hímekből álló 4 fős csapat az Európai Faj Megőrzési Program keretében érkezett a Nyíregyházi állatparkba. Kedves nézőink, most következik a híradó, utána pedig ellátogatunk penészlekre, és mutatunk egy harcművészeti kiállítást is. Maradjanak velünk! A Weekendet penészleken folytatjuk, üdvözlöm újra Önöket! Idén 10. alkalommal szerveztek regionális versíró és rímfaragó versenyt. 17 iskolából közel 90 gyermek vett részt az érzelem kifejezését célzó programon. Erről mutatunk most egy rövid összeállítást. A versíró és rímfaragó verseny az én nagy álmom volt már gyerekkoromban, hiszen kisgyerekkorom óta írom a verseket. Azért azt tudjuk, hogy a versírás nem könnyű, mert verset olvasni, szavalni lehet, de verset írni azért nem egyszerű rímbe faragni. És úgy gondoltam, hogy amikor Békés megyéből ide kerültem ebbe a kis szabolcsi faluba, itt is felfedeztük azt, hogy nem egy tehetséges diák van a versírás kapcsán, és miért ne rendeznénk egy versíró versenyt. És először házi verseny volt, aztán térségi verseny, aztán megyei verseny, és most már a regionálisnál tartunk. Kopott képek koppannak, léleklángján lobbannak, emlékélmény sóhaja száll, üres lélek búsan megáll. Lángoló lélek sóhaja száll, fénylő kép előtt lustán megáll. Üres élmény lenne csak emlék, de akkor hozzád miért mennék? Szivárvány színben szikrázó szív, tanítónéni hangja hív, fészek az iskola, jó szívvel menj oda. Álomszárnyán imaszál, béke nélkül sóhajpár, könyveinkben gyöngy a csál, a élet és család vár. Akkor, amikor az általános iskolai tanulásról gondolkodunk, akkor mindig csak a száraz tudományok jutnak eszünkbe, és kevésbé gondolunk arra, hogy költészetet, versírást, versfaragást, azt tulajdonképpen lehet már gyermekkorba megtanulni, és egy kicsit magunkba szívni mindazt, hogy mi az, amikor a lélek és a szív benne van egy költeményben, amikor a rím és a ritmus úgy találkozik egy kötött formában, ami az érzelmeinket fejezi ki. Én ezért is örültem annak, hogy Hajdú Henriett igazgatóasszony ezt a rendezvényt immár 10. alkalommal és regionálisan megszervezte, ahol közel 90 gyermek vesz részt 17 iskolából, és ezzel a 10. jubileumi alkalommal én magam is részt vettem, és írtam egy verset is.
Éppen azért, hogy én magam is kipróbáljam magam, hiszen diákkoromban magam is foglalkoztam ilyenek, ki ne foglalkozott volna ezzel, amikor az érzelmeit, a nagy érzelmeit szerette volna az örökké valóságnak megörökíteni. Ezért jöttem el, és vettem részt fővédnőként ezen a rendezvényen, hiszen a mai világban, amikor kevésbé fejezzük ki az érzelmeinket, hanem minden a versenyről szól, minden arról, hogy hogyan tudunk másokat legyőzni. Ebben benne van, hogy hogyan tudjuk magunkat is legyőzni. Verset írni, aki szeret, az nagyon jókat tud, de ugye a verset is iklet kell, hogy szülessen, hát ikletet kell hozzákapni, és nem biztos, hogy például ma, holnap, holnap után nekem azt mondják reggel 8 órakor, hogy írj egy verset, akkor az abban a pillanatban sikerül. Tehát félelemmel fogadják, de tavaly is volt olyan 6. osztályos diák, azért a 6. 12 éves, hogy 45 perc alatt egy 19 verszakos verset írt. Ez a verseny, ez kétfordulós. Az első forduló az maga a nevezés, és a nevezés abból áll, hogy 3 szócsoportból egyet ki kell választani a diáknak, minden szócsoport tartalmaz 10 szót, és azt a 10 szót mindegyikét fel kell használni a művében. Ezzel, hogyha ő megírta, elküldi nekünk, és ezzel ő már nevezett. A második forduló, az szerintem egy picit nehezebb, bár valakinek ez a nehezebb, valakinek az, mert itt viszont 5 cím közül kell választani egyet, és akkor 45 perc alatt megírni. A mostani címek, ha eszembe jutnak, például gondolatok, utóirat, megfelelni, a kicsiknek a gólya, a legjobb barátom. Tehát azért próbáltunk olyan címeket találni, ami akár egy tinédzsernek a fejébe megfordul mostanában, vagy akár egy kisdiáknak a legjobb barát, vagy olyan aranyos címek, ami tudjuk, hogy rá jellemző, és őket szeretik. A verseny során a gyerekek akár egymás verseit is meghallgathatják. Amikor megírta a gyermek, akkor megteheti azt, hogy beadja a zsűrinek a versét, és kijöhet, és a piszkozatot kihozza. Általában a piszkozatot mindenki kihozza, mert azonnal szalad a felkészítő tanárnéni, ezt tanárbácsihoz, hogy megmutassa, hogy ez jól sikerült-e. Viszont a zsűri tagok azok úgy szoktak értékelni, és ez nekem nagyon tetszik, hogy amikor végeztek a gyerekek, minden verset felolvasnak bent a teremben, és úgy döntik el együtt, hogy ki legyen az első, második, harmadik, vagy akár a külön díjazott diák. A Penészleki iskola vezetése azért is elhivatott az iránt, hogy évről évre megrendezzék ezt a versenyt, mert 2017 óta együtt egymásért tehetségpontként is működik az intézmény. Következzen egy kis japán kultúra, méghozzá a harcművészet világából. Szombaton tartották meg a második nyíregyházi Budogálát, ahol számos bemutatóval és kiállítással igyekeztek közelebb hozni az érdeklődőkhöz a harcos útját. A Kodály Zoltán általános iskolába is elérkezett a cseresznyevirágzás. Persze itt nem a hamar jött felmelegedés okán, hanem mindazok jó voltából, akik magukkal hoztak egy szeretet a távol-keleti tradíciókból a második nyíregyházi búdógálára. Az iskola fogadóterében kiállításokat, míg a Kodály teremben harcművészeti bemutatókat és előadásokat tekinthettek meg a japán kultúra iránt érdeklődők. A budó szó jelentése a harcos útja. Ez a busidóból jön, régen a harcosokat úgy nevezték, hogy busik. És a dó az az út, ezt az utat követték, a harcos útját. A harcos ugye háborúban harcolt, békeidőben gyakorolt. És olyan tulajdonságokra tettek szert, mint tisztelet, szereted, becsület, és ezeket a mindennapi életben is tudták használni. Tehát a busidó, a budó ezt jelenti. Akkor tulajdonképpen ez egy elv, ami mentén az ember szervezi az életét. Rengeteg karttal találkozunk itt. Mi ennek a jelentősége? A kard ugye régen nagyon nemes, emberi fegyver volt egy emberibb időben. Ezeket a kardokat ma már csak is gyakorlásra használják, háborúban nem, illetve őrzik a régi történelmi kardokat. Ezekből a kardokból láthatunk itt a Kodály iskolában is, most ezen a Budógálán, igen neves kovácsmesterektől, mint a Kovács András Balázs Ottó. Az ő munkáik az, amit Japánban is elismertek, mivel olyan minőségű kardot csinálnak, ami közelít a régi kardokhoz. Itt Nyíregyházen van ennek a sportnak, akár a judóról beszélünk, vagy a karatéről utánpótlása? Igen, ahol verseny sportágak vannak, mint a karate, a judó és a jitsu, van annak is tradicionális része, illetve van
versenyzési része és verseny lehetőség, és így van, az edzéseken a mesterek versenyekre is készítik fel a tanulókat, a tanítványokat. Itt a programban lehet látni, hogy táncokkal is lehet majd találkozni. Igazából az egész napnak célja, hogy egy picit közelebb hozzuk és megismertessük az emberekkel ezt a fajta kultúrát és szemléletet? Így van, ezt a távol-keleti kultúrát és azon belül is a japán kultúrát, az hozzátartoznak nem csak a kardok, hanem itt is megtalálhatjuk a táncokat, a régi meséket, meseírókat és kimonókat, női kimonókat is lehet látni. Akkor lehet látni olyan művészi munkákat, ami szintén a kardhoz tartozik, mint a kardnak a markolatvédője, a cubája és a táskája, amiben szállítani kell. Tehát ez is olyan művészi szintre emelték már ezeket a dolgokat is, hogy érdemes őket megnézni, mert nagyon szép darabok. Egy debreceni születésű lány hol találkozott először a japán kultúrával, és miért lett ez számára annyira fontos, hogy most már mesekönyveket is ír? Igazából 10 éves korom óta érdekel a japán kultúra, és gyermekként először egy mesén keresztül találkoztam a japán kultúrával, és onnantól fogva teljesen magával ragadott, és azóta is az életem része. Olyannyira, hogy ugye amikor az egyetemen művészeti szakirányon tanultam tovább, rajzfüzet és kommunikációs szakon, a japán nyelv is nagyon érdekelt, mert 10 éves korom óta szerettem volna tanulni, de erre nem volt lehetőségem még akkor, de a sors fintora és a sorsnak hála végül is el tudtam kezdeni japánul tanulni az egyetemem, és végül egy évig voltam Japánban is ösztöndíjas hallgatóként kint, mint tanuló. A mese szeretet az igazából már gyermekkorom óta bennem él, édesanyámnak köszönhető, aki minden este olvasott nekem meséket, és 2 éves voltam körülbelül, amikor először írtam úgymond mesét, természetesen a saját gyermeki szintemen, és édesapám volt, aki megkérte, mivel még nem tudtam írni, hogy lediktáltam neki, és leírta, és mellette pedig illusztráltam. Szerintem innen indult el minden, és ezt követően, mivel ugye rajzszakon végeztem, hogy így formálódott minden, és egyre jobban megfogalmazódott bennem az az irány, hogy én szeretném mindenképpen ezt az utat járni. Az élmény is azért azt gondolom, hogy még elég eleven, mert nem is olyan régen szintén kint töltöttél egy időszakot. Igen, előző évben ősszel lehetőségem volt Japánban előadásokat tartani. Több workshopot is tartottam különböző könyvesboltokban, mint például a Nakoya Books-ban, vagy a Bookhouse Café-ban, ami azért is nagyon különleges, mert Tokión belül, Jimbocsóban található, a könyvek negyedének is szokták mondani, rengeteg könyvesbolt található ott, illetve az Oszakai Egyetemen, ahol magyar nyelvet tanulnak a japán diákok. Ott is tartottam 2 napon keresztül előadást japánul a mesekönyveimmel kapcsolatban, és a Tokiói Liszt Intézet meghívására is, az intézetben is tartottam előadást felnőtteknek, illetve gyerekeknek workshopot a mesémhez kapcsolódva, és 2 nagy esemény volt, ami számomra nagyon meghatározó volt. Az egyik az, amit most ez alkalommal negyedjére megrendezett, a Liszt Intézet által megrendezett Magyar Fesztivál, ami Tokióban került megrendezésre. Ott tartottam egy egész napos workshopot gyerekeknek, tehát én voltam úgymond a gyerekszekció, illetve az Európai Irodalmi Fesztivál, ami minden évben csak egyszer kerül megrendezésre, a gyermekkönyv szekción belül képviselhettem Magyarországot. Miért kezd el valaki antik japán fegyvereket, viseleteket gyűjteni? Ez gyerekkorban kezdődött. Volt Debrecenben egy gyűjtő, és édesapámmal jártunk hozzá, és őneki volt egy ilyen császári származású, tehát császárok által viselt japán tantó. És az nekem nagyon tetszett, hát abban az időben, a 80-as évek elején, mondta a bácsika, hát azt mondja, látom, a gyereknek tetszik, vedd meg, 40 000 forint. Hát az egy olyan, nem tudom, 4-5-szöröse volt a havi fizetésnek, vagy még több. Mondta Fater, most a gyereknek nem való ilyesmi. Na, onnantól kezdődött el a szerelem.
és akkor mikortól megtehettem, tehát ilyen ipari iskola után elkezdtem foglalkozni előbb kereskedéssel, tehát fegyvereket adtam, vettem kardokat, töröket, főleg európaiakat, és egy olyan 10 éve ráálltam a japán dolgoknak a gyűjtésére, és ezoknak a nem én, hanem a kollégák, akik vannak én Magyarországon és Ausztriában, a restaurálását rakják rendbe, tehát magyarul Franciaország, Belgium, Hollandia, Olaszországból, militári bőrzékről, vásárokról bevásárolom, megveszem a dolgokat, és akkor rendbe rakatom őket. Hát súlyos pénzek, az az igazság, mert ezek szénacélból vannak, és hogyha ezt a kéz megfogja, az új lenyomat beleég. Na most akkor rozsdásodik a penge. Na most 6000-től 20000 forint per négyzetcentiméter csiszolása egy pengének, tehát elég súlyos összeg, és akkor attól függ, hogy ez milyen hadari, vagy gyengébb, vagy akármilyen, vagy csak rozsdamentesítés, sok mindentől függ, tehát elég drága, plusz a tok nincsen, fonás nincsen, rája bőr nincsen, ez nincs, az még plusz pénz, tehát van olyan kardom, aminek a restaurálása 2500 euró volt egy darab. Na de az egy 15. századi, Kotagawa-kori, tehát úgymond a Kotagawa shogunátusnak a kardja, amit a shogunok rendeltek meg a saját tulajdonokban, és ez a bélyeg van benne. És ezek, ami személyre szólók, plusz jó a mester, tehát sikeres volt abban az időben a mester, tehát sláger mesterek voltak, kovácsok, azoknak a kardjait a shogunok és szamurájok is használták. És az nem volt olcsó, volt olyan, egy falu árát kérték, vagy mit tudom én, 5 ló árát kértek egy kardért. Tehát annak idején se volt olcsó, és a tévhit az, hogy szamuráj. Mindenki azt hiszi, hogy szamurájkal, szamurájpáncél, szamuráj. Nem. Van szamuráj, van shogun és van katona. Na most van a császár, az a főnök, van a szamuráj, aki a shogunátusnak, vagy a shogunnak a al vezérei, és ami többi van, amik rohannak, meg kiabálnak, meg csatornak, meg íjaznak, azok a katonák, azok nem szamurájok. Ugyanazt viselik, csak gyengébb minőségben, gyengébb karddal, páncéllal. Tehát ez a nagy tévhit, hogy mindent, amit látnak, kard, a szamurájkard. Nem. Japán a szamuráj korszak lezártával nyitott Európa fele, de főleg szuvenírekbe. Tehát itt látható például japán laktárgyak, kistőrök, sejem faragványok, a kis kozuke késeknek, ami már funkcióját vesztette, tehát szamuráj már nem használta, de viszont aki csinálta a kozuke késeket, ez munkanélkül maradt volna. Ezért a kozuke kések markolatát legyártotta, villát tett bele, kanalat tett bele, és Európába eladták, hogy kávés vagy süteményes készletnek. Mert Amerikában, Kanadában, japán cuccok kuriózumnak számoltak, és használati tárgynak használták utána. Tehát sok olyan tárgy került utána szuvenírként Japánból Európába, ami csak azért lett gyártva, hogy a turistákat úgymond a japán kultuszt tovább vigye. Idén 5. alkalommal, de most az őszi időpont helyett tavasszal lehet futni a csillagos ég alatt, a jótékonyság jegyében vagy fényében. Vendégünk a csillagfutás szervezőinek 2 oszlopos tagja, Pusztai Barbi és Juhász Miklós Morszi. Sziasztok, jó estét! Szia! Tehát igazándiból nem vártátok meg azt, hogy a hűvös őszi éjszakák meglepjenek minket, és ezért lett tavasszal a csillagfutás? Volt, azt hiszem, kimaradt egy év vagy kettő? Hát 2023 őszén nem került megrendezésre, pont ebből az aspektusból, amit te is megfogalmaztál, hogy egy kicsit hűvösebb, szeszélyesebb, esősebb az ősz eleje, és ezért gondolkoztunk azon, hogy próbáljunk meg a kikelettel együtt felkelni mi is, mint programszervezők. Másodszorban pedig ugye a futás, amikor már kitavaszodik, egy kicsit frissebb a levegő, akkor van az embereknek is egy kicsit jobban kedve kimenni a szabadba, és ott végezni olyan tevékenységeket, amelyek tényleg a sportolásra utal. Ezért esett konkrétan a választásunk áprilisra. Tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen szezonnyitó sportrendezvény lesz a Bújtoson. Egyébként igen, ahogy így említetted, úgy emlékszem, hogy a legutolsó rendezvényen például folyamatos eső volt, tehát talán ezt sikerül majd megakadályozni.
Ez lesz az egyetlen különbség, vagy lesznek még azért a szervezésben meglepetések? Természetesen idén is készülünk meglepetésekkel, de ezt előre nem fogjuk elárulni. Azonban egy fontos információ, hogy nyilván itt a tavaszból adódóan később sötétedik, úgyhogy most 5 órakor fog kezdődni a csillagfutás, és így a rajtoknak az időpontján is toltunk egy órát, hogy azért a hagyományokhoz hűen csillagos ég alatt tudjanak majd futni a nevezők. Így az első rajtunk indul 7 órakor, az egy 1,5 kilométeres egy kör. Ezt bátran ajánljuk gyerekeknek, nyugdíjasoknak, akiknek nem lételeme a futás, inkább sétálnának. A második 7:30-kor fog indulni, az egy 4,5 kilométer, az már egy izmosabb kör lesz, az 3 kört jelent ott amúgy a bújtasítónál, valamint 8:30-kor indul majd a 9 kilométer, nyilván ez a táv az, ami már teljesen a csillagos ég alatt futhatnak ezen a távon a nevezők, és készülünk majd különleges fényelemekkel, tehát nem kell megijedni, hogy nem lesz túl sötét. Igen, közben itt a nézők pont talán azokat a felvételeket láthatják, amiről beszéltünk, és hát végül is ugye én is ott voltam, de azért, mert rendszeresen minden évben ugye Dankó Lacival vezetjük ezt a nagyon klassz rendezvényt, és ahogy a nézők is láthatják, nem csak arról szól, hogy itt lehet futni, hanem mindenféle nagyon klassz kísérő programjaink is vannak, amelyek ugye elsősorban a sporthoz kötődnek. Tehát ha már itt a tavaszról, illetve a szezon indításáról volt szó, gyakorlatilag azt az első 1,5 kilométeres kört akár bemelegítésként is föl lehet fogni, és a továbbiakban pedig futni. Morsi, egy kicsit beszélgessünk a rendezvénynek azon részéről, hogy ez egy jótékonysági futás tulajdonképpen, mit akar ez? Így van, tehát az elmúlt 4 eseményünkön is itt a csillagfutás alkalmából, a nevezési díjakból kerül felajánlásra az az összeg, amely gyakorlatilag a Jósa András Oktatókórház onkológiai tömbjét finanszírozásában megpróbál egy picikét segíteni, és a daganatos megbetegedések elleni küzdelemre hívja fel a figyelmet, így minden egyes futó gyakorlatilag a nevezési díjával hozzájárul a helyi onkológiai munkához, illetve nyilvánvalóan a futás pedig magához a megelőzéshez, sportos életmódjához, pedig tényleg a preventív életmódhoz járul hozzá. A futamokhoz még annyit előzetesen, hogy minden egyes futamnak lesz egy úgynevezett keresztneve, lesz ugye a mesefutam, igen, amikor nagyon híres mesefigurákkal futhatnak azon a bizonyos egykörön, a gyerekek, idősek vagy éppen sétálhatnak. A középső, amelyik már ugye 4,5 kilométer taglaló kör, az gyakorlatilag a Nyíregyháza élsportolóival lehet közösen futni, és az utolsó kör pedig egy erőltetett menet lesz, így neveztük el, amikor a hadsereg képviselői fognak gyakorlatilag részt venni a futásban, és velük együtt lehet közösen lefutni a 6 kört, szumma 9 kilométert. Most viccesen az jutott eszembe, hogy fegyverrel fogják kergetni, és akkor tényleg egy erőltetett menet lesz, nem? Nem terveztünk ilyen elemeket, de erőszakos elemek nem lesz. Fussávéle kör lesz majd az élsportoló kör, és azért szerintem ez nagyon fontos itt a város lakóknak, hogy az élsportolók javarészt nyíregyháziak, akik most a csapatban játszanak, és ez nekünk nagyon egy pozitív visszajelzés, hogy mellé állnak ez az ügy mellé, és tényleg az, hogy ott lesznek, jelen lesznek, lehet velük futni, szerintem ez egy nagyon picit pozitív. A formai dolgokról is beszéljünk, tehát előzetes nevezés van, vagy ott a helyszínen is lehet nevezni, mi az, amit ti javasoltok? Mind a kettőre van lehetőség, nyilván az előnevezés helyszínen gyorsítja meg a nevezőknek a rajtszámátvételét, de természetesen készülünk helyszíni nevezősátorra, és azt is kiemelném, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is lesz otthon teljesítés, ami ugye annyit takar, hogyha valaki nem tud eljönni, akkor a nevezés során kiválasztja, hogy otthon teljesíti, elküldi nekünk a teljesítés igazolást, mi pedig rajtszámot, érmet és minden egyéb dolgot, amit helyszínen adnánk, azt postázzuk neki. Ez nagyon jó, mert akár akkor az ország más részéből is nyugodtan így jelentkezhetnek, van, és igen, akkor mondjuk, nem tudom, egykori nyíregyházi, akik szeretnének a nyíregyházi kórháznak segíteni, akkor ez egy nagyon, nagyon klassz lehetőség. Csak egy gyors összegzés, mert tényleg elfogyott az időnk, hogy eddig 4 év alatt mennyit sikerült ilyen formában összegyűjteni a kedves nevezőknek, a futóknak. Hát nagyságrendileg a 4 eseményen összesen 5 millió forint összeget utaltunk át az onkológiai osztályban.
osztály részére, és ami izgalmas az, hogy a nevezési díjakon nem változtatunk, tehát mindenki számára nagyon könnyen kifizethető az a 2000 forint, amivel gyakorlatilag hozzájárulást teszi a daganatos megbetegedések elleni küzdelemhez. Én javaslom mindenkinek, aki tényleg nyíregyházi és valamilyen szinten szeretne ebben a munkában közreműködni és a kórházat segíteni, hogy nevezzen, jöjjön el. Az egy kör a másfél kilométer lesétálva abszolút nem nagy teljesítmény, úgyhogy bárki tudja teljesíteni április 20-án a bújtosítónál. Érezze jól magát velünk a csillagos ég alatt, a sport csillagokkal például, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Köszönjük szépen! Mi is köszönjük! Mi is köszönjük! Hadzel piknikre várják az érdeklődőket április 13-án Nyíregyházán a Hova tűnt Sanyiban. Délután 2 órától késő estig egy kellemes délutánt lehet itt eltölteni Sanyi tállal és finom borokkal. Továbbra is tavaszi zsongás, vagyis helyi zenekarok koncertje várja az érdeklődőket Nyíregyházán a Kossuth téren. A következő fellépő április 13-án a Tibia hegyről, majd 19-én az Orpheum Madams, a programsorozatot pedig 20-án a Folk Fusion Band zárja. A lippai végzős diákjai ezúttal is traktoros felvonulással búcsúznak szeretett iskolájuktól, tanáraiktól, diáktársaiktól és Nyíregyháza városától. Április 26-án reggel 9 órától kell forgalomkorlátozásra számítani Nyíregyházának Ródi köztől, a Kosbor, Törzs és Szegfő utcán át, a Sóstói utat is érintve vissza a Ródi közig. A Nyírség Tánc Együttes új műsora Újfehértón április 28-án. Az idén 50 éves jubileumát ünneplő Tánc Együttes műsorában Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye tánchagyományait állítja színpadra, tisztelegve a vármegyéhez szorosan kapcsolódó ősök, elődök, zeneszerzők, írók, költők, valamint természeti és épített örökségünk értékei előtt. Ha majál is, akkor például nagykálló harangod, lesz május fállítás és körbetáncolás, kézműves foglalkozások és vidám park. A jó hangulatról a helyi fellépők mellett Dobozi Lacika és a Döndi Duó gondoskodik. Elérkezett a vízválasztó, a mítikus 7. nyíregyházi képregény bazár. Lesz minden, ami eddig is. Fajn képregények, zsírkirály figurák, atomállat kiegészítők és minden más is. Mindez május 4-én a Váci Mihály Kulturális Központban. Május 11-én ismét a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívják fel a figyelmet játékos vetélkedők segítségével a szelektív szombaton. Minden résztvevő ajándékot kap, lesz kukásautó bemutató, kézműves sátor, zene, tánc, a napot pedig piramis élő koncert zárja. Tuning autók szerelmesei, figyelem! Május 19-én ismét márka független autós találkozót szerveznek Ibrányban, immár 6. alkalommal. Lesz autószépségverseny, felni tartó verseny, hangnyomás és kerékcsere verseny is. A rendezvény díjtalan. Május 25-én újra Bringa Piknik, a 7. kerekezés már reggel 8 órakor elkezdődik Nyíregyházán a Kossuth téren színpadi programokkal, majd 9 óra 37 perckor elstartol a közel 1000 fős mezőny Tokaj felé. Megállni ezúttal is Nyírteleknél, Virányosnál és Rakamaznál lehet majd, ahol frissítő várja a fesztiválkatlan felé bringázókat. Aki pedig ennél is többre vágyik, 13 óra 30 perckor a fesztivál Katlantól tovább kerekezhet Bodrog keresztúron és Tarcalon át a hegykerülő keretein belül. Az útvonalon 2 borászat biztosítja majd a pihenőpontokat. Június 24-től 28-áig Puzzle Önismeret Express, azaz 5 napos élmény és önismeret táborban vehetnek részt középiskolások Nyíregyházán. Olyan ez, mint egy életkezdési egyetem. Kedves nézőink, ennyi volt mára a Weekend. Én kollégáim nevében is megköszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is ugyanebben az időpontban. Addig is kellemes pihenést és jó hétvégét kívánok Önöknek, viszontlátásra!